Itt vagyunk a sörényes hangyászoknál. Jelenleg 3 sörényes hangyász van az állatkertben. Mellettem Izabella látható, ő egy 7 éves nőstény. Itt jön mögötte Guba, ő 2 hónapos, ő a kölyke, és a túloldalon pedig William van, ő az apaállat, ő 8 éves. Ugye a hangyász a természetben hangyákkal és termeszekkel táplálkozik. Állatkertben azért nem lehet neki ezt biztosítani, mivel olyan mennyiséget fogyaszt el, amit egyszerűen képtelenség előállítani, és ő a természetben is úgy táplálkozik, hogy nem foszt ki teljesen egy termeszvárat, hanem több termeszvárból táplálkozik, így a termeszvár is tud regenerálódni is. Állatkertben egy speciális takarmányuk van, ez egy porállagú tápszer, ezt hígítjuk vízzel, illetve minden nap más zöldség, gyümölcsöt turmixolunk bele, hogy változatosabb legyen az íze, de kizárólag ezt teszik a sörényes hangyászok. Illetve amit most eszik itt Izabella, ez egy avokádó, ezt nagyon szeretik, és a másik kedvencük az a joghurt, amivel bármire rá lehet őket venni. A hangyász körülbelül fél évig vemhes, és amikor a kicsi megszületik, akkor pont ugyanúgy néz ki, mint a nagy, tehát szőrös, nyitva van a szeme, és azonnal felmászik az anyaállat hátára, mindig egy kölyök születik, az nagyon ritka, hogy 2 szülessen, nem is tudná felnevelni, de egy kölyköt remekül tud nevelni. A hátán cipeli a nap nagy részében, a kicsi csak akkor megy le róla, amikor az anyaállat alszik. Ugye úgy alszik a hangyász, hogy így összegömbölyödik, és ezzel a sörényes farkával betakarózik. Ennek az az egyik oka, hogy az alacsony a testhőmérséklete, és így tartja ezt szinten, hogy takaróként használja a farkát. Ugye erről a sörényről kapta a nevét, ami itt van a hátán. Amikor ideges a hangyász, akkor felborzolja ezt a sörényt, és 2 lábra áll, és a mellső lábaival kapálózik, így támad igazából. Azért veszélyes állat, mert a mellső lábain nagyon nagy karmok vannak. Itt lehet is látni, ez ugye arra való, hogy a termeszvárakat kibontsa vele, de azért ez veszélyes dolog, olyan furcsán is lépked emiatt a csuklóján. A hangyászok elég furcsa külsővel rendelkeznek, elég szokatlanul néznek ki. Ez a megnyúlt koponya, ez arra szolgál, hogy ugye a termeszvárokba be tudja dugni könnyedén a fejét, illetve a hangyászoknak egyáltalán nincsen foga, hanem egy nagyon hosszú izmos nyelve van, körülbelül 30 cm hosszú ez a nyelv, és ezzel tudja a termeszeket kienni a termeszvárból, mert a rovarok rátapadnak a nyelvére, de lehet látni, hogy például egy avokádót így is nagyon ügyesen meg tud enni, ahogy a karmával földarabolja igazából magának, és ügyesen megeszi. Az a szerepe a mintázatának, hogy amikor a kicsi a hátán van, akkor teljesen egybeolvad a csíkozatuk, nem annyira veszi észre egy ragadozó, de egyébként a hangyásznak nincs is túl sok ellensége a vadonban, mivel egy jaguárral is azért könnyedén felveszi a harcot. Egy felnőtt állat olyan 40 kiló, és azért van rajta izom. A hangyászok egyébként magányosan élő állatok, úgyhogy a kicsi körülbelül olyan 1 éves koráig, 1,5 éves koráig marad az anyjával, és utána elkerül egy másik állatkertbe, illetve a természetben pedig önálló életet kezd. Guba már a 3. kölyök itt nálunk, az előző 2 egy cseh és egy osztrák állatkertben van, ők is nagyon jól vannak. Az első kölyök, aki itt született, már a saját kölyökét neveli éppen Csehországban, úgyhogy valószínűleg Guba is elkerül majd idővel egy másik állatkertbe, és kap egy párt. 2014 óta foglalkozunk hangyászokkal, én azóta gondozom őket. Izabella már egy készhez szokott példányként került ide, úgyhogy vele nem volt olyan nehéz dolgunk, de William egy kicsit tartózkodóbb volt, ő is sokat szeridült az évek során egyébként. Elég jó a kapcsolatunk a hangyászokkal. Igazából ez az állatnak semmiképp sem hátrány, hogy jó kapcsolatot ápol a gondozóval, ez megkönnyíti a mindennapokat, a kiengedést, a bezárást, az állatorvosi vizsgálatot, azt, hogy mondjuk a kölyök is ennyire szelíd. Ez nem hátrány egy állatkertben élő állatnak, neki is előnyére szolgál az, hogy nem ijed meg az ember közelségétől. Ugye Guba most picit több mint 2 hónapos, és hát eléggé eleven most már. Lejár enni is az anyukájáról. Ez még annyira nem jellemző ilyen fiatal korban, de ő már megteszi, hogyha éppen éhes, akkor lejön ő is enni, de egyébként még ő is az anya hátán cipelteti magát a nap nagy részében. Körülbelül fél éves kor az, amikor már úgy stabilan inkább az anya mellett sétál és szilárd táplálékot fogyaszt.
ilyenkor még azért azonnal visszafut a hátára, hogyha esetleg megijed, vagy valami történik körülötte. Húba mindjárt lezuhan. Ugye ebbe a korban még nagyon játékos.